Dicsőítessék a Jézus Krisztus, a Tibor atya vagyok, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt. Amikor felkértek arra, hogy beszéljünk egy picit, elmélkedjünk, imádkozzunk a szinodális útról, és ahogyan készültem, találtam az egyik folyóiratban egy nagyon elgondolkodtató cikket, amelyben kérdéseket tettek fel az olvasók részére, és megkérték őket, hogy írásban válaszoljanak. És a kérdések így hangzottak, hogy Jézus evangéliuma segítsége az ön számára mindennapi életben, vagy akadály? Mennyire képes ön a mindennapi munkájában Jézus evangéliuma szerint élni? Van-e tapasztalata arra vonatkozóan, hogy az evangélium az ön számára inspiráció és a hivatás forrása? Ugyanúgy végezné a munkáját akkor is, ha Jézus evangéliumáról nem is lenne tudomása. Jó lenne ám, ha ezekre a kérdésekre nekünk is írásban kellene megfelelnünk. És érdemes lenne elgondolkodnunk, és lemérjük rajta a magunk kereszténységét és a gyakorlati életben, hogy hogy is állunk ezzel. Talán kitisztázódnának, öntudatosodnának bennünk olyan kérdések, hogy miért vagyunk mi hívő emberek? Hogyan látjuk magunkat ebben a világban? Körülöttünk csupa olyan ember él, aki tudja, hogy mit akar. Vajon én tudom? Tudom, hogy én mit akarok ebben a világban? A mindennapi életben, mint Jézus tanítványa? Van-e nekem egyáltalán valami speciális szerepem, szolgálatom, hivatásom? És ha van, mi az? Jézus magához hívja a 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettesével. És azt mondja, hogy magához hívta, majd kiküldte. Tehát ebben a két szóban, hogy magához hívja, és kiküldte, ebben az igében egy keresztény életünknek a ritmusa lüktet. Vagyis magához hív Jézus, és elküld bennünket. És ez a szinodális út most erre hív bennünket. Jézus magához hív azért, hogy elküldjön. Azért hív magához, hogy kiküldjön bennünket a világba. Tehát ahogy Jézus hívta a tanítványait ebbe a világba, hogy előbb magához hívta azért, hogy felkészítse őket a kiküldetésre. És erre hív bennünket is a szinodális út, hogy ne maradjunk meg a saját magunk építette szűk falaink mögött, hanem menjünk ki a világba. Mutassuk meg Jézust a világnak a magatartásunkkal, a gondolkodásunkkal, tulajdonságainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel. Mi is a világból megyünk Jézushoz, és mindig Jézusból megyünk ki a világba. Nagyon sokan az egyházat valamiképpen nem úgy nézik, mint egy normális intézményt. Nagyon jól tudjuk, hogy nekünk otthon a saját közösségeinken belül, a templomainkon belül az ember mindig olyan meghitt környezetben érzi magát, a jól ismert liturgia, énekek, millió emberek mind otthonos érzést keltenek bennünk. És talán ez a kényelem az, amely nem késztet bennünket arra, hogy tovább lépjünk, hogy azt a lelki izmot, amit ott jól megmasszíroznak benne a templomba, akár a Szent Mise, akár egy jó prédikáció. Tehát ezt kell nekünk minél eredményesebben használnunk. Isten igéjét soha nem azért hallgatjuk, hogy lelki élvezetben legyen részünk, hanem azért, hogy felkészüljünk, megtelítődjünk azzal a bizonyos üzemanyaggal az életre. Tehát Jézus hív, és kiküld. Azért hív, hogy kiküldhessen. És az egész kegyességünk, hitéletünk nem a világ javára történik, hanem csak a magunk gyönyörűségére, kedvtelésére, akkor jobb is, hogyha nem foglalkozunk többé az evangélium dolgaival. Az egyházat sose úgy lássuk,
mint e világtól elundorodott embereknek a társaságát. Mert sajnos sokan kívülállóak így látnak bennünket. És éppen most a szinodális út, amely meg van hirdetve minden egyház megyében, erre hív bennünket, hogy mutassuk meg, hogy mi igenis benne vagyunk ebben a világban. Ebben a világban élünk és munkálkodunk. És nekünk meg kell mutatnunk, hogy az egyház jelen van. És ahol az egyház jelen van, ott jelen van Krisztus. Sohasem úgy lássuk azt a dolgot, hogy na itt az egyház, és amott van Jézus. Sohasem úgy lássuk a dolgot, hogy itt van az egyház, és amott a világ, és ez két ellentétes terület, amelyik egymás ellen dolgozik. Ez semmiképpen nem így van. Az egyház a világért van. És te benne élsz ebbe az egyházba. És az egyház nem önmagáért van, hanem a világért. Így tehát te sem önmagadért vagy, hanem az egyházon keresztül a világért vagy. Istennek nem az a célja az egyházzal, hogy az csak legyen, viruljon, növekedjen, hanem azért van, hogy az eszköze legyen Istennek, amellyel a világért munkálkodik. Az egyháznak éppen nekünk, nem a világtól elfordulva, önmagába befele fordulva kell élnünk a magunk saját külön életét, hanem a világ felé fordulva. Tehát éppen nem egy lelki gettóba való bezártság érzetével, hanem a világért való felelősség fokozott tudatával. Az egyház Isten missziójának az eszköze. És Jézus éppen ezért hív téged is. Hív magához, hogy kiküldjön. És tudod akkor te mi vagy kint a világban? Egy kiküldött. Egy küldöttség tagja. Olyan valaki, aki küldetésben jár ott. Jézus küld oda, bárhol vagy a világban. És nem magadat kell képviselned, nem magunkat, hanem nem a saját érdekeinket, hanem Jézust magát. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy követet egy idegen országban. Ő sem magánember, hanem egy ügyet, egy országot, egy népet képvisel mindig és mindenütt. És valahogy így te is mindig és mindenütt Jézus ügyét, Isten országát, Isten népét képviseled. Éppen ezért ki kell lépnünk önmagunkból. Ez a mi küldetésünk, és mit jelent ez a gyakorlatban? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz gyakorlatban ültetni, de hogy egy példával érzékeltessem egy magasan álló egyházi személytől, megkérdezte valaki, hogy önök hálóval vagy horoggal halásznak itt? Mire az illető így felelt, egyikkel sem, hanem csak a vizet próbáljuk megváltoztatni, hogy élhessenek a halak. Tehát nekünk is ezt kell tennünk, hogy próbáljuk megváltoztatni magunk körül a világot, hogy benne jól élhessenek, keresztény módon szeretetben az emberek. Tehát ilyen az, amikor küldöttként töltjük el a szabadidőnket is. Jézus mindnyájunkat azért hív, hogy kiküldjön. Próbáld meg realizálni, hogy te ott, ahol vagy, Krisztus küldötte vagy. Próbálj igazán számot adni magadnak arról, hogy az evangélium így segítség lesz-e számodra a mindennapi életben, vagy akadály. Egészen bizonyosan lesznek tapasztalataid arra vonatkozóan, hogy Jézus evangéliuma a számodra igazán inspiráció és hivatás forrása. Ezért imádkozzunk. Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. Egyedül te vezess minket, lej otthonra a szívünkben, taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk. Add, hogy ne szítsunk zűrzavart, ne engedd, hogy hitbeli ismereteink hiányosságai tévútra vezessenek, vagy hogy részrehajlás befolyásolja döntéseinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki minden időben és mindenütt munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tibor atyát hallották.